Szót, elnök úr. Lázár miniszter úr, nem látom, államtitkár úr még nem adott nekem soha választ. Miniszter úr viszonylag korrekt válaszokat szokott adni, bízok benne, hogy a személyes távolét ellenére megkaphatom ezeket. Gyakorlatilag ugye sajtónyilvánossága került, hogy a KEHI készített jelentést állami erdészetekről. Az állami erdészetek esetében több szabálytalanságot tart fel, és nagyon magas személyi költségeket. Emiatt a miniszter úr egy korábbi interpellációmra azt válaszolta, hogy kiterjesztette a vizsgálatokat, a KEHI vizsgálatát az összes állami erdészetre, annak érdekében, hogy feltárják azt, hogy mi zajlik ezekben az erdészetekben. A magyar közvélekedés, szintén a miniszter úrra hivatkozok, aki egy bizottságülésen elmondta, sajnos egyetért abban, hogy itt nagyon régóta zajlik pazarlás, és az, hogy 92 milliárdos forgalom után 1-2 milliárdos leadózott jövedelem van, ez már önmagában is gyanúra ad okot. Mindemellett ugye az Index megírta, hogy a KEHI jelentésre hivatkozva hogy egyes állami erdészeteknél 46-48%-os személyi költségek is voltak vezetői jutalmaként elszámolva. Október 2-án a földművelési miniszter a egyik napilapnak azt nyilatkozta, hogy ő még nem is látta ezt a jelentést, szerint az is lehet, hogy nem is létezik, és teljes mértékben meg van elégedve az állami erdészetek működésével, és semmiféle kiterjesztett vizsgálatról is ehhez hasonlóról nem tud. Most Lázár miniszter úr egy korábbi interpellációmra adott válaszában megerősítette, hogy létezik ez a KEHI jelentés. Ennek ellenére a földművelési miniszter azt állítja, hogy ez lehet, hogy szerintem nem is létezik, de és hogyha létezik sem, marasztalhatja el ezeket az erdészeteket, mert szerinte példaszerűen jól gazdálkodnak. Ezt a miniszteri állítást egyébként nyilvánvalóan megerősítették a állami erdészetek is, amiből 6 ugye közös közleményben mondta, hogy már pedig ők nagyon jól gazdálkodnak. Tájékozódni szeretnék, hogy akkor létezik az a jelentés, vagy nem létezik. Hogyha létezik, akkor képviselők számára lehet ebbe betekintést kérni, ami ebből elkészült, tehát arra a 6 állami erdészetre és nem pedig a 22-re. Amennyiben van 22 kiterjesztett, abban az esetben érdeklődnék, hogy az mikor várható, hogy elkészüljön. Illetve szeretném, hogyha akkor tisztába tennénk ezt a helyzetet, hogy a földművelési miniszter vajon milyen okok miatt nyilatkozhat teljesen eltérően ezen tényektől. Köszönöm szépen, elnök úr! Most megadom a szót Csepregi Nándor államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Bár még új vagyok ebben a műfajban, meglepne, hogyha elfogadná a válaszomat. Valamiért kialakult egy olyan gyakorlat, hogy lassan azt sem hiszük el egymásnak, amit kérdezünk. De engedje meg, hogy konkrét választ adjak a kérdésére. A KEHI a 2014-es év végén elfogadott 2015-re vonatkozó éves vizsgálati jelentésében már szerepeltetett 6 erdőgazdaságot. Ez konkrétan a Bakonyerdő, az Egererdő, a Mecsekerdő, a Sefag, a Verga és az Alaerdő erdőtársaságok voltak. Ezeknek az erdőtársaságoknak a vizsgálata ez szerint az éves munkaterv szerint megkezdődött, és a KEHI elnöke a részjelentésekben még a konkrét vizsgálati dokumentum végét megelőzően beszámolt erről a kormánynak, illetve a miniszterelnökségnek. Ezt követően, mivel ebben a vizsgálati dokumentumban súlyos szabálytalanságok gyanúja merült fel, döntött arról a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy kiterjeszti ezt a vizsgálatot mind a 22 erdőgazdaságra, és ezt is szeretném megerősíteni képviselő úrnak, hogy amint ez a vizsgálat lezárult, miniszter úr teljes körű betekintési lehetőséget nyújt önnek ebben a vizsgálati dokumentumban. Azonban ezt is szeretném hozzátenni, hogy a miniszterelnökség senkit sem szeretne megbélyegezni. Mindenképpen meg szeretnénk várni, míg lezárul a KEHI vizsgálat. A kiterjesztett vizsgálatban mind a 22 erdőgazdaságnak a rájuk vonatkozó állításokkal szemben van lehetősége saját véleményt formálni, és a KEHI vizsgálata ezt követően minősíthető csak lezártnak, és ezt követően nyílik lehetőség arra is, hogy betekintést kapjanak önök képviselőként ebbe a dokumentumba. Azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az a megállapítás csomag, ami a 6 erdőgazdaságra vonatkozik, azok az erdőgazdaságok működésének egy olyan időszakából származnak, amely időszakban az erdőgazdaságok nem a Földművelési Minisztérium alatt működtek. Ezért szeretnék egy kis türelmet kérni képviselő úrtól, ameddig ez a vizsgálat elkészül, és a miniszterelnökség eddigi gyakorlatához hasonlóan ebben ön betekintést fog kapni. Megkérdezem, képviselő elfogadja a választ.
Tisztelt elnök úr, tekintetbe véve, hogy a kérdéseknek egy jelentős részére olyan választ kaptam, ami összességében teljes körű volt. Nyilvánvalóan a államtitkár úr nem mondhatja ki azt, hogy a földművelési miniszter hazudott, amikor azt állította, hogy ez nem létezik, de ezt nagyjából úgy lehet tekinteni, ezért elfogadom a válaszát. Köszönöm szépen!